November 28-án gyújtottuk meg idén az adventi koszorú első gyertyáját. Ezzel kezdetét vette a várakozás időszaka az egyik legszebb ünnepünkre. Azonban a tűzoltók ezt máshogy látják. A meghitt hangulatot árasztó gyertyaláng és fényfüzérek számtalan veszélyt hordoznak magukban. Ackermann Zsuzsanna helyettes szóvivő elmondta, hogy ebben az időszakban csak nem megduplázódik a lakástüzek száma. A legfontosabb dolog, amit tehetünk a biztonságunk érdekében, hogy az adventi koszorút azt nem az asztalterítőre, hanem egy tűzálló tálcára helyezzük el, és nyilván, ha meggyújtjuk a gyertyákat, akkor ezeket nem hagyjuk felügyelet nélkül, és mindig eloltjuk a lángokat, amikor már nem használjuk ezeket az adventi koszorúkat. Egy másik fontos veszélyforrás egyébként a fényfűzérek, tehát hogyha nem megfelelő minőségű fényfűzéreket használunk, akkor ez nem csak az áramütés veszélyét hordozza magában, hanem a tűz kialakulásának a lehetőség. Is. A helyettes szóvivő kiemelte, hogy csak megbízható forrásból szabad fényfüzért vásárolni, és minden esetben ellenőrizni kell a biztonságosságát és a vezetékek épségét. Mindemellett nagyon fontos, hogy éjszakára, valamint ha a lakók elhagyják az otthonukat, húzzák ki a konnektorból a fényfüzéreket. Az elmúlt időszakban egyébként vizsgálva a lakástüzeknek a számát Tolna megyében, a 2020-as évben 13 lakástűz keletkezett az adventi időszakban. Az idei évben szerencsére nem történt Tolna megyében adventi koszorúkkal, adventi időszakkal kapcsolatos tűzeset még, azonban országos szinten 2 tűzeset is keletkezett adventi koszorúk nem megfelelő használata miatt. A szakértő elmondta, hogy egy füstérzékelővel megelőzhetőek lennének ezek az esetek. Tolna megyében idén már több mint 120 lakástűzhöz vonultak a lánglovagok.